úgy látszik, már tényleg nem jut francia krémesre a végrehajtó maffia volt vezetőjének, amivel még jobb helyeken lévő, ugyebár az előzetesben ülő Sádőrnek panaszkodott még jó pár hónappal ezelőtt a felesége. A végrehajtói kar megbukott vezetőjének nem volt elég eddig a több 100 milliós ingatlan biznisz, a végrehajtó irodából befolyó 600-700 milliós éves bevételek, vagy ugye a vád alapján elmondottak szerint a közel 1 milliárd forintos kenőpénz sem. Most új bizniszbe kezdett, és ingatlan forgalmazással foglalkozó céget alapított dr. Sádőr György. Vérlázító, hogy céget alapíthat, egy súlyos korrupciós botrányba keveredett politikai szálakkal átszőtt személy ma Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja az, hogy nem céget kellene alapítani dr. Sádőr Györgynek, hanem börtönben kellene lennie. Ráadásul az ingatlan forgalmazáson kívül még 20 egyéb bejegyzett tevékenységet is végezhet az újonnan alapított cége. A közhiteles cégnyilvántartás alapján többek között szemet szúr az út- és autópálya építése, vízi létesítményépítése és számos egyéb építőipari tevékenység is. Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy akár koncessziókat és nagyobb beruházásokat nyerjen a kormánytól dr. Sádőr György? Újabb bizonyíték lehetne a kormány és a végrehajtó maffia közötti szálnak, amit ugye már bizonyított Völner Pálon és Tónin keresztül. Felháborító, hogy a kormány folyamatosan asszisztál a népnyúzó végrehajtók tevékenységéhez és a luxus életük kivitelezéséhez. Sádőr György is temérdek ingatlanjai mellé is céget alapít, miközben tovább folyik az adósok kifosztása. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy az apja ügyvezető pozíciójából is vissza kellene hívni, és a közügyektől el kellene tiltani tekintettel arra, hogy a korrupciós bontrányban ő is vádlottként szerepel. Mielőbb igazságot és teljes körű kártalanítást követelünk a végrehajtó maffia áldozatainak. Ezen kívül várjuk azon adósok visszajelzéseit is, akiknek árverésen esetleg az újonnan alapított cég, a Gold Carpet Kft. Lesz az árverési vevő, vagy akár a régebbi cég, a Red Carpet Kft., ami ugyanúgy ingatlan forgalmazással foglalkozik. Ne hagyjuk, hogy titokban az ingatlan maffiából gazdagodjanak tovább az adósok kifosztásával, mivel nem kizárt, hogy az árverésen szereznének jóval áron aluli ingatlanokat. Ezért kérjük Önöket, hogyha árverés áldozatai, akkor nézzék meg, hogy ki az árverési vevő, és hogyha az előbb említett két cég közül valaki, akkor keressen meg minket.